Kezdődik a Frontember, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, állandó vendégünk pedig Georg Spötle, biztonságpolitikai szakértő. Szia Georg, üdvözlünk Ománból. Ja, szeretettel köszöntelek. Igen, utolsó hetem Ománban, egyrészt sajnos, egyrészt hál' Istennek, mert hombágyoz van, de azért jó itt, és ha belegondolok, itt még ilyen kellemes 31 fokok vannak, úgyhogy adás után megyek is úszni egyet. És szeretettel köszöntöm persze minden nézőnket, hallgatónkat, ki milyen formában nézi, hallgatja az Útrahangot. Mindenkit arra kérek, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra. Ha minden jól megy, akkor napokon belül elérjük a 152.000. feliratkozót egyébként. Egy picit Omán, hogy láttam, hogy magyar napokat tartottatok, vagy volt valamilyen izgalom? Így van, itt van mindig a Nemzetek Napja a Szultán Kabosz Egyetemen, tehát úgy zárul mindig ez a téli szemeszter, hogy van egy nap a záróvizsga előtt, amikor minden nemzet úgy bemutatja, hogy milyen étkezési szokásai vannak, tehát lehet főzni is akkor valami apróságot. Ugye fotók segítségével értelemszerint arab nyelven kell az tanároknak, többi diáknak és látogatóknak, tehát jöttek vendégek is az egyetemre, bemutatni, hogy milyen is Magyarország, hogy élnek ott az emberek, ugye Balatontól kezdve Rubikockáig, matyóhímzésig, ebbe ugye minden benne volt, és a két magyar hallgatólány pedig ugye Dóri és Zsuzsi ezt meg is tették, tehát tényleg minden érdeklődő nagyon szívesen beszéltek Magyarországról. Kóstolóként volt gulyásleves is, amiben ugye én is beletettem kétkezi munkával, tehát én voltam a konyhalány, így répa, pucolás, meg egyebek, húsvágás, tehát kivettem a részem belőle én is egy kicsit, hogy hozzájárjak a magyar napokhoz, és nagyon nagy siker volt, tehát tényleg is érdekes módon nagyon sokan ismerik Magyarország történetét az arabok közül. Trianont nagyon sokan kiemelték, tehát hogy több arab nemzet, ugye kitértek most a háborúra is, például Palesztina helyzetére, hogy ugye a nagyhatalmak hoztak egy döntést, ha megnézzük a Közel-Kelet vagy Afrika térképét, szépen vonalzóval vannak meghúzva, gyönyörűen a határok, nem érdekelve ott, hogy milyen törzs, milyen nyelv, ezt ők eldöntötték, és hogy mondták, hogy hát tudják, hogy Trianonban is ez történt, tehát ismerik, hogy Erdélyt, Felvidéket, a mostani szerb területek egy részét ugye Magyarországtól csatolták el, és hát átérzik, hogy ez milyen fájó lehetett, mert hát több arab ország is így járt. Úgyhogy érdekes volt a beszélgetés, mondom, nagyon belementünk a végül már a politikába is, pedig a Balatonnál kezdtük meg Rubik Ernőnél, ugye, akinek még édesapja híres vitorlázó repülőgépeket, többek közt a tényleg méltán híres Gobi modellt is tervezte, és onnan eljutottunk a palesztin helyzetig, de hát ez most megkerülhetetlen itt a Közel-Keleten. És mi is erről fogunk beszélni a műsorunk első részében. Ugye pénteken bejelentette Izrael, hogy akkor megkezdi a gázai övezetbe történő bevonulást. Tegnap szombat volt, és egész nap zajlottak a harcok. Most vasárnap 9 óra 9 perc van magyarországi idő szerint, amikor éppen ezt a részt felvesszük. Hol tartunk most? Hát igazából ott, hogy iszonyatos pusztítás van, ugye ma hajnaltan újra van internet, tehát meg tudtam nézni a tévéfelvételeket, amit részben az egyiptomi, az iráni, a szír, meg a palesztin tévé is ugye át tudtak játszani kollégáknak a stúdióba, és bemutatták. Hát körülbelül 45-50%-a elpusztult a lakóházaknak. Durván 1 millió ember vált hajléktalanná, tehát mutatták a képeket, hogy ilyen hevenyészet sátrakban, amiket részben kendőkből, takarókból, lepedőkből próbálnak meg madzagokból így összetákolni, az alatt laknak az emberek. Vannak, hogy a kisgyerekeiket autóroncsokban, amik annyira nem égtek ki, ott helyezték el, tehát a hátsó ülések most a gyerekszoba. Így él körülbelül 1 millió ember, ugye alig van ivóvíz, nincs élelmiszer, tehát amikor segélyszállítmányok átjutnak a Rafah Crossing határátkelőn Egyiptomból, azokat az emberek megrohamozták, tehát brutális felvételek, tényleg szinte egymás kezéből tépik ki ott a kenyeret, a rizst, mindent, tehát ami segélyszállítmányon, hogy fel tudják használni. Kannákkal, üres PET palackokkal állnak sorba vízért, ezeket részben lajtos kocsikból hozzák, részben pedig palackozott vízek, amik a segélyszállítmányokkal jönnek, de hát ugye gondoljunk bele, amikor 30 hány fokok vannak, és szomjas vagy, és gyerekeid vannak, és sérültek, és vízre van szükséged, és nincs. Tehát egy eszméletlen, hogy milyen emberi katasztrófa játszódik le.
Egész nap ugye szóltak a szirénák, mert a Hamas is lőtte Izraelt, ahogy láttam, Eskelon és Tel Avivot, tehát voltak ott is károk, például parkolóautók gyulladtak ki, és házak rongálódtak meg, szerencsére egy személyisérülés vagy halál az nem történt. Ez azt jelenti, hogy nem minden rakétát védett meg a vaskupola? Nem, ezt be is ismert az IDF, tehát olyan nagy számban lőttek ki rakétákat, és ugye az bezavarja a radarrendszereket, tehát egy pár átjutott, de mondom, csekély anyagi kár, persze mi a csekély, hogyha mondjuk a házad előtt parkoló autód ugye kigyullad, és mondjuk nem tudsz magadnak másikat venni, tehát az annyira csekély, akkor úgy a te személyed szerint nem. És azt látod egyébként, hogy a Hamas honnan támadott, ezt csak azért kérdezem, mert én továbbra is azt mondom, hogy az ártatlan arab lakossággal abszolút szolidarítani kell Gázában, csak egyre többször hallani ezt a véleményt, hogy Gázában nincsen víz, élelmiszer, semmi, de rakéta viszont igen. Igen, és ez az érdekes, hogy vannak olyan kilövőállásai, amik álcázottak. Ugye itt van ez a Gáza metró nevű alagútrendszer, és a Hamas bemutatott olyan promo videókat is, hogy vannak valóban ilyen, mint egy kis csapóajtó. Kinyitják, kilőnek egy-két rakétát, visszacsukják, és igazából csak egy ilyen reketyés terület látszik valahol a gázai övezet szélén. De valóban, ahogy te is mondottál, többször voltam például, hogy óvodáknak az udvaráról, vagy iskolák udvaráról lőttek ki a Hamas rakétákat, és amikor a válaszcsapás érkezik, akkor már értelemszerűen ott vannak a riporterek, a fotósok, hogy megmutatják, hogy milyen borzalmat követtek el az izraeliek, hogy ott vannak a halott gyermekek. Most viszont azért a pusztítás, tehát brutális, és nagyon sok izraeli is azt mondja, hogy ezt be kéne fejezni, és például megszólaltak tegnap az elhurcolt huszoknak a hozzátartozói, találkoztak egy páran Benjamin Netanyahu-val is, és mondták, hogy nem tartják jónak azt, hogy ilyen mérvű bombázás folyik. Tehát olyan bombázás volt, hogy nekem ismerőseim például, akik Eskelon városában laknak, mondták, hogy még ott is remegtek az ablakok, ami 10 kilométerre északra van Gázától, tehát brutális támadás volt, és ugye joggal mondhatják, hogy vélhetik azt a hozzátartozók, hogy ezzel veszélyeztetik az ott lévő tuszok is, hiszen nem lehet tudni, hogy ők hol vannak, és a Hamas már bejelentette. Korábban a Hamas azt mondta, hogy ha lesz támadás, akkor kivégzik a túszokat, vagy hogy ahány légi támadás, és annyi túsz kivégzés, arról tudunk, hogy mi a helyzet a túszok? Nem, nyilvánvalóan nem fogják kivégezni. El tudom képzelni, hogy ez remélhetőleg egyelőre csak üres fenyegetés volt, viszont a Hamas két nappal ezelőtt már bejelentette, hogy körülbelül 50 túsz vesztette életét az izraeli légi csapásokban. Tehát brutális, tehát mutatják a felvételeket valóban Gázáról, tehát a gázai határól élőznek itt a különböző arab és iráni tévécsatornák, és lehet látni, hogy tényleg eszméleten, hogy hány robbanás történik percenként, és harci helikopterek is beszálltak, tehát első alkalom volt, hogy fedélzeti gépágyukról lőtték a Hamasznak az állásait, de hozzáteszem, 8000 civil áldozat van, ebből körülbelül 3000 gyermek. Tehát iszonyatos, hogy milyen humanitárius katasztrófa van, és hát az ENSZ folyamatosan azt mondja meg minden segélyszervezető, a német Caritas, itt van a Vörös Félhold, a Vörös Kereszt, hogy mindenképpen segítséget kellene az embereknek nyújtani, mert mondom, ott van körülbelül 1 millió ember fedél nélkül, ivóvíz nélkül, élelmiszer nélkül, áram nélkül, tehát egy soha nem látott humanitárius katasztrófa, legalábbis a második világháború óta nem látott humanitárius katasztrófa kristályosodik itt ki. De mire számítasz, hogy lesz egy követ, tehát hogy most itt akkor azt, ugye ahogy te is mondtad, hogy elpusztultak házak, nagyon sokan váltak hajléktalanná, mi lesz-e következő fázis, vagy itt ennek a vége? Hát ennek nem lehet a vége. Tehát tegnap ugye Benjamin Netanyahu a sajtótájékoztatóján és Galant védelmi miniszter úr ugye megmondták, hogy mindent elpusztítanak, ami a Hamashoz köthető. Tehát a katonai és a civil infrastruktúrát, ugye a Hamas kialakított egy önkormányzati, egy állami struktúrát, tehát ezt komplet fel akarják számolni. Tehát a Hamas az utolsó emberig le akarják vadászni, ugyanúgy az iszlám dzsihad nevű terrorszervezetet. De itt a nagy kérdés, ami bennem megfogalmazódik, mi lesz utána? Mert mindig van egy első nap a háború után, ugye ezt tudjuk a Schweigből is, amikor a háború utáni első nap majd találkozunk Budweisban, de mi lesz ezen a találkozón? Tehát ki fog uralkodni a gázai övezetben? Ugye lett egy olyan szenárió, hogy teljesen lebontják az izraeliek, és az emberek kénytelenek lesznek elhagyni a gázai övezetet. Tehát bár érdekes, hogy még most sem hagyták el. Tehát, hogy most már azért tényleg az, hogy nincsen a határ zárva, nem tudnak kimenni. Tehát a határ az zárva van, ugye egyedül Egyiptom fele tudnának menni, a határ a Rafah Crossing le van zárva. Meg az egyiptomi határ is le van zárva, nem?
Hát ez az egyiptomi határ, tehát Egyiptom bejelentette, hogy biztonsági okból a határt zárva tartják, csak segélyszállítmányokat, kamionokat engednek be és ki, tehát civileket nem. Meg diplomaták és néhány újságírók is speciális engedéllyel rendelkeznek, ugye léphetnek ki be az övezetből. Más nem, tehát az emberek nem tudnak elmenekülni, tehát be vannak zárva igazából. De ha mondjuk megtörténik, hogy nem marad egy épület sem, nincs víz, nincs áram, nincs gázszolgáltatás, semmi, tehát komplett 2 millió ember ott van, mondjuk víz és minden infrastruktúra nélkül, lakhatás nélkül, akkor előbb-utóbb szerintem lesz egy olyan nyomás, ezt hiszi elnökön, hogy meg kell nyitni a határt, ezeket az embereket ki kell engedni. Csak mi történik, ugye 2 millió menekült el? Ha lehet, hogy Izraelnek az a célja, hogy teljesen ugye ezek az emberek hagyják el majd a gázai övezetet, és ezt a területet Izrael elfoglalja, ez egy lehetséges szenárió. Lehetséges szenárió lesz esetleg, hogy több arab ország fogja átvenni a gázai övezetnek úgymond a vezetését, tehát létrehoznak egy ilyen átmeneti tanácsot, mondjuk Egyiptom, Jordánia, tehát ez csak egy feltevés, egy gondolatkísérlet, akik azt mondják, hogy oké, okay, ezt csináljuk egy ideig, meg majd az Arab Liga, meg mondjuk az Európai Unió ezt finanszírozni fogja, de ki kell tűzni akkor egy deadline-t, egy időpontot, amikor majd létre kell hozni egy palesztin államot, és ott választásokat kell majd kiírni, tehát hogy demokratikus formák legyenek. Tehát ez is egy lehetséges szenárió. A legrosszabb az lenne, hogyha létrejön ott egy olyan hatalmi vákum, és itt értem a katonai vákumot is, ahova később más terrorszervezetekbe szivároghatnának. Én el tudom képzelni, hogy az Al-Qaeda vagy az iszlám állam, az már rendelkezik ilyen tervekkel. Az emberek lelkében olyan fajta gyűlölet él, és halmozódik fel, és generálódik a gázai emberekről, beszélek Izrael ellen, hogy az elképzelhetetlen. Tehát a következő generációs terroristák, azok most gyermekként ott vannak, bolyonganak sokkos állapotban az utcákon, tehát borzalmas felvételek vannak, gyermekek tucatjai sérülten sokkos állapotban, azt se tudják, hol vannak, állnak az utcán, vagy ülnek a járda szegélyen, vagy úgy bolyonganak, mint a zombik szerencsétlenek, senki nem törődik velük, tehát iszonyat, hogy mi átszódik le, és ahogy mondom, majd beszéltünk róla, volt egy ilyen tanulmány, amit Izraelben készítettek, hogy megvizsgálták ugye a terroristák hátterét, és mindenki, aki például öngyilkos merénylő lett, annak a szűkebb családi körében volt veszteség, amit az izraeli hadsereg vagy az izraeli rendőrség okozott. És most gondoljunk bele, hogy hány ezer olyan sérült fiatal van, akik később hajlandók lesznek terrortámadást végrehajtani Izrael ellen. Tehát rossz belegondolni. Tehát mondom, itt ott kell valamilyen megoldást találni politikai értelemben, humanitárius értelemben, katonai értelemben is, ami nem lesz egyszerű. Tehát az, hogy ha Izrael bevonul a gázai övezetbe tartósan, tehát ott fog maradni, akkor ott egy koexisztencia a palesztinok és az izraeliek között az lehetetlen lesz. Tehát azt nem tudom elképzelni, mert mondom, ott olyan gyűlölet van, hogy folyamatosan lennének kisebb-nagyobb terrortámadások, lövöldözések, összecsapások, erőszakos tüntetések. Tehát ez nem fog működni, tehát kell találni egy megoldást, és ugye erről már beszélt több politikus, akár Joe Biden-t is megemlíthetném, hogy egy két állam megoldást, tehát létre kell hozni, ha más nem ezen a területen egy palesztin államot, természetesen több palesztin szervezet, például az El-Fatah is azt szeretné, hogy mind Gázában, mind pedig Cisziordániában, ugye West Bank, ahogy másképp ismerjük, ott legyen egy palesztin állam. Hogy ebbe Izrael bele fog-e menni, nem tudom. Tehát mondom, nagyon sok kérdés van, ami Izraelnek hogy ez például megoldja a hosszú vágyat. Tehát, hogy egy kétállami megoldás most ebben a felfokozott helyzetben, ahogy ugye te is mondtad, hogy ha esetleg a Hamász vezetőivel teljesen leszámolnának, megmondom őszintén, én nekem ezzel kapcsolatban is vannak aggályaim, hogy egyáltalán ez lehet-e, de hogyha mondjuk ezt az űrt, ahogy te is mondod, kitölti az Al-Qaeda vagy az iszlám állam, hogy igazából teljesen mindegy, hogy azt a területet Palesztinának hívjuk, vagy gázai övezetnek, vagy Izraelnek, attól még ezek a mostani sérelmek egyébként nyilván ugye mindkét oldalról megmaradnak. Persze, hogy megmaradnak, és ismerek palesztinokat, például az arab tanárom is palesztin volt, és hiába teltek el évtizedek, benne még éltek ezek a sérelmek, és hiába nem élt ő már Palesztinában vagy Izraelben, hanem Németországban, német állampolgárként, német felesége, német gyerekei voltak, tehát egy teljesen integrálódott egyetemi tanárról beszélünk, annak ellenére a több évtizedes sérelmek éltek benne, nem felejtette ezeket el. Amikor jártam például palesztin ismerőseimnél Damaszkuszban,
akik már ott születtek, tehát már harmadik generációs szírek igazából, még mindig ott lóg a lakások kulcsa, amiket el kellett, hogy hagyjanak, vagy a házaknak a kulcsa, akik például, ők például pont, akikről beszélek, Teberiából jöttek el, és a lakás kulcs egy olyan szimbólum, hogy egyszer vissza fogunk térni, meg hogy ne felejtsék el a következő generációk sem, hogy őket elüldözték a szülőföldjükről. Tehát mondom, nagyon érdekes a palesztinok lelkület, hogy aki még nem beszélt velük, nem töltött velük néhány napot, hetet, nem érti meg ezt az egész problématikát, azt igazából fel se tudja fogni. Tehát egy kicsit talán itt Székelyföldhöz tudnám hasonlítani a székely embereknek a mély érzelmi világához, az, ami a palesztinokat is mozgatja. És nagyon igazad van abban, hogy a Hamas teljességében felszámolni nem lehet. Azért a Hamasnak a vezetőségének egy része ugye Iránban van, egy része Libanonban van, egy része Szíriában van. Tehát ez egy kicsit ugyanúgy franchise-ként működik, mint akár az Al-Qaeda-ról is, vagy az iszlám áramról is beszélhetünk. Tehát nincs olyan, hogy van egy vezető, egy emir, és akkor na jó, őnek levágjuk a fejét képetesen mondva, és azzal a szervezet majd szétesik, megadják magukat, meg nem lesz semmi. Lesz, és jelen pillanatban nagyon erős a Hamasnak a toborzó képessége. Rengeteg fiatal jelentkezik például harcosnak a Hamashoz. Tehát folyamatosan a veszteségekről egyik oldal sem számolt be, böngésztem nagyon sokáig a neten, mind izraeli, mind arab oldalakon, és nem találtam sehol, hogy hány izraeli katona halt hősi alát, és hány Hamas terrorista vesztette az életét, tehát erről nem szól a fáma jelen pillanatban, nyilvánvalóan később lesznek adatok, de nagyon nagy a Hamasnál a jelentkezőknek a száma, akik harcolni akarnak az oldalukon, és ugye ott van a 88, mindjárt 89 éves Abu Abbas, a palesztin elnök Cisziordániában. Neki kvázi már nincs hatalma. Elvesztette. Az elmúlt időben úgyse tudott egy olyan markáns politikát létrehozni és képviselni, ami megfelelt volna Izraelnek, megfelelt volna a palesztinoknak. És most főleg, ahogy nézem a tömegtüntetéseket, amik vannak Ramallahban, Jeninben és más városokban, megjelenik mindenhol a Hamasnak a zászlója, megjelenik mindenütt a Hezbollahnak a zászlója. Tehát lehet látni, hogy ezek a eddig talán még mérsékelten gondolkodó emberek is egyre radikálisabbak. Ugye az utóbbi napokban is mit tűzharcok voltak, tegnap előtt például egy 3 órás tűzharc, amiben egy palesztin vesztette az életét. Tegnap volt a temetésük. Erőszakos tömegtüntetéssé fajultak, olyannyira, hogy az izraeli hadseregnek utakat kellett lezárni, hogy mondjuk Jeninből, Ramallahban, meg más helyre ne tudjanak átmenni a tüntetők, mert hogy akkor még nagyobb balhé lenne, és még több követ dobálnának, még több lövöldözés lenne. Úgyhogy egy hónap alatt 103 ember halt meg. 103 palesztin, és két izraeli katona vesztette az életét egy robbantásos merényletben. Úgyhogy ott is egyre jobban generálódik a feszültség Cisziordániában, és egyre jobban az emberek a radikális szervezetek felé hajolnak. Tehát ezt mondom, ezt lehet hallani a szlógenekből, lehet látni a megjelenő szimbólumokból és a zászlókból. Úgyhogy ez nem elhanyagolható. Ott van a Hezbollah, aki egy óriási erőt képvisel, például Libanonban. Tegnap óta Libanonban igazából nagyon elfajult a helyzet, több bombázás volt, vadászbombázókat vetettek be az izraeliek, mert libanoni oldalról nagyon erős támadásokat hajtottak végre az izraeli állások ellen. A határszakasz teljes hosszán. Tehát irányított rakétákkal páncélosokat támadtak, voltak dróntámadások, aknavetők kilőtték az izraeli állásokat. Úgyhogy ez a háború tényleg kiszélesedhet, és mindenki attól tart igazából. Tegnap beszéltem például Robert C. Castle-le, és ő is azt mondta, mert mondtam, hogy van egy olyan tervünk, hogy kimegyünk, és mondta, hogy oké, szívesen lát minket, és értelemszerűen mindent megtesz annak érdekében, hogy nagyon sokat lássunk és tapasztaljunk, de figyelmeztet minket, hogy nem tudni majd, hogy esetleg hogy fogunk visszajönni, mert bármelyik pillanatban ez egy nagyon széles közel-keleti konfliktussá fajulhat ez a dolog, és ebben teljesen igaza van. Ott van ugye Iránnak a szerepe, Irán jelen pillanatban megfigyeli a helyzetet, hogy mi történik. Vannak kisebb szócsatái ugye az Egyesült Államokkal, de egy nagyon komoly katonai faktor, és azért valljuk be, hogy ott van a Hezbollah több országban, amelyet Irán fegyverzett fel, az iráni forradalmi gárda a Sepah Pasdaran képezte ki a harcosait, tehát nem szabad a Hezbollah sem lebecsülni, hiszen egy óriási erőről, több tízezres erőről beszélünk, akik nagyon komoly eszközökkel rendelkeznek.
Viszont számítasz arra, hogy akár Irán, akár Libanon, akár a Hezbollah, akár bármelyik más szervezet katonai segítséget is nyújt a gázai övezetben? Tehát mondjuk oda küldenek katonákat, vagy csapatokat, vagy ez nem kommunikáció szintjén valósul csak ez meg? Kommunikáció szintjén nem tudnak, tehát a gázai övezet körbe van zárva, mind tenger felől, mind a légtér, van ott egy kis reptér, de tehát lehetetlen oda most bármit is bejuttatni. Nyilvánvalóan itt inkább arról lehet számítani, itt Libanon, ugye az a problémás gyermek itt a dologban, hiszen több mint 2 éve nincs egy működőképes kormánya. A hadseregnek nincs vezetése. Szét van esve minden igazából az országban, és nem is tudni, hogy mikor lesznek új választások kiírva, hogy egy működőképes kabinet legyen. Ez probléma. A legnagyobb erő jelen pillanatban, mint politikailag, mint katonailag, és a Hezbollah. Ez mozgatja igazából Libanont. Sok ember boldog, tehát ezzel el van igazából, de most, hogy egy ilyen konfliktus van, ahova a Hezbollah beszállhat, tehát ez igazából beránthatja egész Libanont a háborúba, és sokan ettől félnek inkább, akik még emlékeznek mondjuk az én korosztályom, tehát fiatalok voltak a 80-as években, és látták, hogy ott milyen borzalmas pusztítás volt, körülbelül olyan majd, hogy nem, mint most Gázában, azok ezt nagyon nem szeretnék, tehát azok tartanak attól, hogy ismét egy egész Libanonra kitörő háború lesz, de reméljük nem, tehát az elképzelhető, amit Izrael már végrehajtott szintén a 80-asokból, hogy létrehozott egy úgymond biztonsági zónát. Ez egy 8 kilométeres zóna volt, elfoglalta Dél-Libanot, és azt mondta, hogy oké, innen lőttök minket, akkor most itt maradunk addig, amíg majd a kormányotok, amilyen kell, meg nem egyezik, és nem kapunk arra garanciát, hogy Izraelt innen már nem támadják. Amikor véget ért a polgárháború, meg volt ez a garancia, hogy ki is vonultak, ami érdekes módon sok libanoniak nem tetszett, mert például a farmerek nagyon jó üzleteket kötöttek, el tudták adni a terményeiket Izraelbe. Tehát ennek voltak ilyen pozitív dolga, és beszéltem farmerekkel utána, akik bánatosak voltak, hogy a francba elmentek az izraeliek, most már nem tudok olyan jó üzleteket kötni. Tehát érdekes volt a 80-as éveknek is nagyon a politikája ebben a térségben. Most egy kicsit, mintha az időkerék oda visszafordult volna. Mondom, tehát ez egy többfaktoros dolog. Szíria szintén nem rendelkezik olyan katonai erővel, hogy beszálljon, szerintem nincs is meg benne az akarat. Ugye 8 év polgárháború, több év Daesh uralom, az emberek örülnek, hogy béke van, és ezt nem szeretnék reszkírozni, de ott is például a Golán-fennség környékén ott vannak Hezbollah egységek, akik nem tudjuk, hogy fognak reagálni, hogy milyen utasítást kapnak Teheránból. Tehát mondom, ez egy olyan bonyolult kirakós, mint amilyen már több száz éve a Közel-Kelet, tehát igazából nem sokat változott a helyzet, tehát mondom, itt nagyon-nagyon sok országnak, államnak az érdekszférája játszik szerepet, és látjuk például, hogy milyen érdekes Törökország, ugye, hogy most Ankarából kivonják az izraeli diplomatákat, mert egyszerűen háborús bűncselekménynek nevezte Erdogan elnök az, ami Gázában folyik. Tehát mondom, és ráadásul egy NATO állam, tehát egy nyugatbarát NATO állam, amelyikkel közös platformon ugye mi is ott vagyunk. Tehát mondom, érdekes dolgok vannak, más országból nem érkezik fenyegetés. Ami még esetleg veszélyt jelenthet Jemen, ugye, hogy Jemen ebben hogy fog beszállni? Ugye most már kiderült, hogy nagy valószínűséggel a Tábánál, Egyiptomba, ott egyiptom-izraeli határon lezuhant drón jemeni volt, tehát valószínűleg síta, huszi támadók indíthatták, hogy ők fognak esetleg támadást indítani, esetleg nyugati hajók ellen a Vörös-tengeren. Ugye ez benne van, hogy Irán esetleg nem fog később egy blokkádot létrehozni Hormuznál. Ez is benne van. Ugye ott azért az olajnak a nagy része, amit kiteremelnek, meg az LNG-nek a nagy része, ott jön át valami durván napi 2 millió barrel, ha jól emlékszem. Tehát az nagyon érzékenyen érinteni az Európa és ott a világgazdaságot is, tehát rögtön az üzemanyag árak emelkedéséhez vezetne, és akkor minden másnak az ár is természetesen emelkedne. Mondom, nagyon érdekes kirakós ez, hát ki kell várni, hogy mi fognak történni, de egy hosszabb háborúra számíthatunk, ugye ezt tegnap elmondta Benjamin Netanyahu és Gallant védelmi miniszter is, hogy ez nem lesz egy egyszerű menet. De ő azt mondta egészen pontosan Netanyahu, hogy az első szakasz az befejeződött, és most a háború második szakasza, és hogy a Hamas elleni hosszú és nehéz háború jön most, ami egy szárazföldi hadművelet lesz. Azt még hadd tegyem hozzá, hogy veled is beszélgettünk a legelején arról, hogy ugye Izraelt érte egy terrortámadás,
Egyébként ugye ez számomra nagy kérdés, mert lehet, hogy játékos szavakkal, de egyáltalán nem mindegy, hogy most akkor terrortámadásként kellene ezt Izraelnek kezelni, vagy egy államközi háborúnak, mert egyáltalán nem mindegy, hogy most Gázát minek vesszük. Mert ha Gáza egy önálló állam, és onnan megtámadták Izrael, akkor Izrael végül is mondhatjuk azt, hogy jogosan lépi át a gázai határt. Ha viszont azt mondjuk, hogy ez egy terror elhárító művelet, akkor az meg már sokkal több kérdés vet fel. Én nem látom ezt ennyire cizelláltan, mint te, mert Izraelnek értelemszerűen joga van megvédeni magát. Tehát a Hamas azért egy nemzetközileg elismert terrorszervezet, ezt ne tagadjuk. Tehát én inkább a feleten állok, hogy ez egy terrortámadás volt. Ugye olyan, hogy palesztin állam, én azt mondom, sajnálatos módon nem létezik. Lehet, ha létezne, akkor sokkal, sokkal jobb világ lenne, sokkal kevesebb biztonsági kihívás, sokkal kevesebb terrortámadás, ha létrehoztak volna már évtizedekkel ezelőtt egy palesztin államot is. És mondjuk, elosztották volna, hogy palesztin autonómia létezik, palesztin állam pedig nem létezik. Nem, így van. És akkor mondom, talán jobb világ lenne, de én azt mondom, mivel nincs palesztin állam, tehát ezt én inkább terrortámadásnak nevezném, bár olyan struktúrákat épített ki ott a Hamas, amik állami struktúrák, mert egy közigazgatás van, államigazgatás van, tehát egy választási rendszert hoztak létre, amit ugye több alkalommal ők meg is nyertek. Tehát azt mondom, hogy államként működik, tehát nehéz eldönteni, nem vagyok ugye alkotmányjogász, tehát itt mondjuk ifjabb Lomnici Zoltán talán jobban tudna erre választ adni, mert ő a korifély ezen a téren. De lényeg az, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát, és teljesen jogos, hogy fel akarja számolni a Hamas. Tehát igazából más lehetőségük nincs, és azért, hogyha megnézzük az elmúlt években, a Hamas hányszor indított már támadást Izrael ellen. Igen, csak nézd rengeteg meg, alkalommal. Amikor megtámadta a Hamas Izraelt, akkor ott az első napokban a világ közvéleménye az Izrael mellett volt. Most, hogy Izrael azt mondja, hogy a legjobb védekezés a támadás, és mondjuk tényleg bemegy a gázai övezetbe, és tényleg nagyon sok az áldozat, akár a civil áldozat is, most már ugye látjuk, hogy a világ közvéleménye is, még akár Izrael szövetségesei is, akár még az Egyesült Államok is már teljesen máshogy gondolkodik, mint akár 2-3 héttel ezelőtt. Nyilvánvaló, tehát mindenkit megráz, minden érző embert, aki látja, hogy mi történik, amikor látja, hogy szülők siratják halott gyermeküket, amikor tényleg az édesapa mutatja, hogy itt van a 3 éves kisfiam, mit tehető erről, ő nem terrorista, nem egy harcos, csak egy bébi, akkor az embernek a szíve szakad meg. Vagy amikor látja azt, hogy tényleg gyermekek ott vannak, és elvesztették az egész családjukat, és egyedül maradnak, és ki fog velük törődni. Rossz esetben egy terrorszervezet befogadja a felnevelés, egy harcos csinál belőle, vagy öngyilkos merénylőt. Tehát mondom, itt tényleg több faktor van, és az embernek fáj a szíve, tehát ugyanúgy, ahogy fáj a szívem azokért is, akik meghalnak az orosz-ukrán háborúban, ne felejtsük el, de itt olyan borzalmas, tehát itt olyan mértékű mérvű a civil áldozatoknak a száma, hogy azért itt nagyon sok ember azt mondja, hogy oké, most már ezt fejezzétek be, legyen tűzszünet. Lehetne szerinted? Az a baj, ha másként, akkor meg nagyon komoly áldozatokkal járna. Az izraeli hadsereg bevonult volna, annélkül, hogy légi csapásokkal meggyengítik a Hamasznak a katonai infrastruktúráját, az azt jelentette volna, hogy több ezer, ha nem több tízezer izraeli katona vesztette volna az életét. Folyamatosan ugye rakétákkal támadták volna Izraelt is, hogy ott hány aknamezőt telepítettek, milyen csapdák vannak, hogy építette ki a Hamas a védelmi rendszerét, ugye az alagútrendszert, meg mindent, egyelőre lövésünk nincs. Tehát nagyon komoly veszteségekkel járt volna, és ezt Izrael nem akarta reszkírozni. Meg én azt mondom, hogy ezek a támadások, ezek jelzésértékűek is más államok fele, legyenek azok a szomszédos arab országok, legyen az Irán, hogy aki megtámadja Izraelt, annak egy ilyen borzalmas pusztítással, sőt rosszabbal is kell szembenéznie. Ugye itt nem tudnak nukleáris fegyvert bevetni, de Izrael rendelkezik nukleáris fegyverekkel, és nem kétséges, hogyha esetleg lenne egy újabb arab-izraeli háború, Izrael ezeket, ha nagyon sarokba szorítanák, be is vetné. Tehát ne legyen kétségünk erről, hogy akkor az ott a minden felperzselünk háború lenne.
Sose lássuk meg, hogy ez megtörténik, tehát nagyon jó Isten. De mondom, ennek van egy erős jelzés értéke is, hogy Izraelben nem érdemes belekötni, nem érdemes megtámadni, mert annak ilyen vége lesz, csak úgy át ezt a szerencsétlen emberek isszák meg a levét, akik most ott vannak, és mindenüket elvesztették. Mert azért gondoljon most úgy mindenki bele egy pillanatra, hogy lerombolják az otthonunkat, meghal a családunk, a barátnőnk, barátunk, bárki, aki van, ott állunk egy szárklódgatyába, strandpapucsba, nincs egy búznyákunk se, nincs mit ennünk, nincs mit innunk, nem tudunk senkihez fordulni, tehát nincs olyan, hogy elmegyek az önkormányzathoz, kérek segít vagy valami. Ott vagyunk önmagunkban, a gyászunkkal, és közben még lőnek is, és folyamatosan hullanak körülöttünk a bombák. És éjszaka ott ülünk a sötétben, akkor is halljuk ugye, hogy támadnak minket. Tehát gondoljunk bele, hogy mit érezhet egy ilyen ember, hogy mennyi félelem, mennyi fájdalom, mennyi keserűség lehet benne. Tehát úgy modellezzük ezt le magunkba. És nem is csak most indult ez a kálváriája egy civilnek, hanem már évtizedek óta, és gondoljunk bele, hogy milyen a gázai övezetbe élni. Ez olyan, mintha mondjuk ott születsz egy lakótelepen, mondjuk a József Attilán, Gazdagréten, vagy a Kökén, vagy whatever, és onnan egész életedben nem mehetsz ki. És te tudod, hogy ott fogod az életedet leélni, ott van egy kis garázsüzleted mondjuk, ahol zöldséget árulsz, vagy van egy kis ilyen kebabos sütődét, és ha családod van, gyerekeid vannak, ők is ott fognak fölnőni, ott fognak meghalni, és sanszod nincs igazából, hogy onnan kikerülj. Ott van egy terrorszervezet, ami az életet irányítja, aki nyilvános kivégzéseket hajt végre, hogyha valakire rávetül az árnyék, hogy nyugati titkos szolgálatoknak dolgozik. Tehát nem egy boldog hely, amúgy sem, de azt mondom, hogy amíg van még egy kis lakásod, van hideg-meleg folyóvized, fent tudod tartani magad meg a családot, akkor azt mondom, van egy életed, bár ezt a kis tizenéves kislányt idézném, aki nagyon jól megfogalmazta, hogy ez nem életes, csak vegetálás amúgy is. Tehát azt mondom, élsz vagy vegetálsz, nevezzük bárhoz, de hogyha ezt is elveszik tőled, akkor egy olyan emberré válsz, akinek már nincs vesztenivalója. Aki bármikor utána fog egy AK-47-est, és azt mondja, hogy oké, veletek vagyunk, és most gyilkoljunk le mindenkit. Tehát mondom, itt olyan keserűség, olyan gyűlölet, olyan szenvedélyek vannak az emberekbe, amit aki nem járt azon a területen, nem fogja tudni soha felfogni, de az a baj, ez majd valamikor le fog csapódni, és valami szörnyűség formájába fog lecsapódni. Ez lehet egy terrortámadás majd valahol Európában, az Egyesült Államokban, itt a Közel-Keleten, lehet egy kiszélesedő háború. Tehát mondom, ennek nagyon sok további mélysége lesz még a jövőben. Ami számomra érdekes egyébként, az a török elnök Erdogánnak a nyilatkozata, még néhány nappal ezelőtt ő azt mondta, hogy a Hamász egy szabadságharcos szervezet, ami honvédő háborút folytat, és a török külügyminiszterelnök meg azt mondta, hogy Izrael vagy valahogy békét köt a Hamásszal, vagy ki fog törni a harmadik világháború. Ugye mi itt Európában hajlamosak vagyunk a harmadik világháborút az orosz-ukrán konfliktusból levezetni, de te hogy látod, mennyire veszélyes a Közel-Keleten zajló esemény, tehát hogy az megmarad egy, ugye a miniszterelnök Orbán Viktor szokta azt mondani, hogy az ilyen konfliktusokat lokalizálni kell, és nem szabad engedni, hogy átterjedjen más területekre. Mennyire lehet ezt a mostani kialakult konfliktust mondjuk Gázára, meg Judea-Szamáriára lokalizálni? Nyilvánvalóan lehet, és hogyha megnézem például, hogy a szaudi uralkodóház, vagy a katári, vagy a kuwaiti mit nyilatkozik, mindenki mérsékletre int. Ugyanígy van Jordánia is. Tehát senki nem akarja, hogy kiszélesedjen ez a konfliktus. Mindenki tényleg a saját lakosságát és higgadságra, mindenki a párbeszédre, a diplomáciára és a tűzszünetre épít. Tehát ezt akarják elérni. Tehát nincs egy arab ország se, amelyik most ugye ütni a háborús tamtamot, és hogy akkor induljunk el, és zúzzuk be Izraelt, és hajrá. Tehát szerencsére egy ilyen kormányfő vagy uralkodó sincs, hanem pont, hogy a térségben nagyon jó felmérik azt, hogy milyen pusztítást hozhatna. Hogy harmadik világháború nem, annak az esélye azért minimális, tehát az kizárt. Látjuk, hogy szerencsére ezt még az orosz-ukrán konfliktus sem robbantotta ki. De lokálisan is mondom, meg kellene gátolni azt, hogy még más országok is ebbe bekerüljenek, és azért én nem osztom Erdogán elnök úrnak a nézetét, hogy a Hamasz egy honvédő háborút folytat, és egy honvédő erő, a Hamasz az egy terrorszervezet, aki betört Izraelbe, ártatlan embereket gyilkolt meg, lefejezték őket, elevenen elégették, agyonlőtték, tuszokat hurcoltak el, tehát a Hamasz abszolút nem szabad mosdatni, nem szabad szépíteni. Itt mondom,
ők hozták ezt a pusztítást igazából a gázai emberekre. Tehát, hogyha most a gázaiaknak valakinek ezt meg kell köszönni, akkor első körbe tegyék a Hamasnak, mert hogyha ők nem indítják el a rakétazáport, nem törnek be izraeli területre, akkor most is úgymond béke van ezen a területen, élik az emberek a saját kis életüket, béke van Izraelbe, több ezer ember életben lenne, a tuszok otthon lennének a családjuknál, vagy már hazarepültek volna származási országokba, például a koncert után. Nem lenne ez az egész, tehát ezt a Hamas robbantotta ki, és igenis egy kőkemény terrorszervezetről beszélünk, akit valóban föl kell számolni, hiszen a Hamas nélkül jobb lesz a világ, tehát ezt azért ne felejtsük el. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy már úgy tűnt, hogy Izrael békét tud kötni a szomszédaival, ugye az Ábrahám megállapodást pont kiterjesztették volna Szaúd-Arábiára, és aztán az 1948-as megalapítás óta történt legnagyobb veszteségekkel járó támadás érte Izraelt, akkor, amikor láthatóan már elkezdtek ők is nyugatiasodni, hogy azért ennek is van tanulsága, hogy amikor azt gondolod, hogy már a legjobb minden, akkor jöhet a legnagyobb baj. Ez sajnos így van, tehát mint az emberek átlag életében, amikor úgy érzed, hogy minden kerek, minden jó az életedben, akkor mondjuk kapsz egy e-mailt a NAV-tól vagy valami, tehát történik valami szörnyűség. És ez most pont így történt, amikor jó irányba haladt minden, amikor Szaúd-Arábia és ugye a sok éves bezártság után nyitott turistákat fogad. A nők kimozdulhatnak otthonról, jogosítványuk lehet, sportlétesítményeket látogathatnak, mozi van, tehát újra van egy modern, szép élet, akkor történik ilyen. Tehát pont amikor a Közel-Keletre már úgy tekintettek az emberek, hogy ó, tök jó hely, menjünk oda nyaralni, ugye szaudiak is, hogyha nézem itt a Közel-Keleten a tévén, nagyon szép ilyen reklámspottokkal hirdetik a saját országukat, és akkor kitör egy háború. Tehát ez a tragikus benne, hogy valahogy azon a Közel-Keleten, tehát tényleg, mint hogy úgy átokülne, hogy mindig vannak háborúk, tehát hogy megnézzük, ahogy mondtam már párszor itt a műsorban, hogy azért is kezdett el engem érdekelni a politika, meg a hadviselés, mert minden, mert egy olyan családban nőttem fel, ahol folyamatosan néztük a híreket, újságot olvastunk, tehát az, hogy bekapcsoltuk a híradót, ez természetes volt, és így nőttem fel, hogy Közel-Kelet, Cisziordánia, Jeruzsálem, Yasser Arafat, PLO, tehát más se hallott az ember, és akkor úgy odafigyeltem rá, és akkor szüleim meséltek, vagy nagyszüleim az arab-izraeli háborúról, és akkor ez elkezdett érdekelni, hogy miért ezen a kis területen van ez a konfliktus, és igazából rájöttem, hogy a világ nagy dolgai azok mindig itt történnek. Nagyon érdekes egyszer, most beugrik, beszéltem egy Yasser nevű fiatal sráccal a Hezbollahtól, Baalbeki libanoni, és ő mondta, hogy igazából ő azért nem szereti az európaiakat, mert olyan nagyképűek, például a keresztények úgy csinálnak, mintha Jézus Krisztus Frankfurt am Mainba született volna, mondja, hát nem, itt született a Közel-Keleten, itt van mindennek a bölcsője, és ha itt konfliktus van, akkor szinte a világon mindenütt konfliktus van, és igazat kell, hogy adjak így neki évtizedek távlatából, ezt a 80-as években mondta, és valóban így van. Tehát, hogyha itt valami történik, közben itt hallatszik az ima, gondolom, nálad is. Ezt a stúdióban. Ez olyan volt, mint valami karácsonyi dalt nyomnának a háttérben. De ez nem, az otthon megy szerintem már az álléba, meg mindenütt, majd pár barátom posztolgatta itt Instán, hogy már megjelentek a Mikulások, meg egyebek, úgyhogy, de már én is poénkodtam itt a lányokkal, múltkor bementünk egy szupermarketbe, és akkor mondtam, nézzétek, van szaloncukor, és hogy odakapták a fejüket, hogy hol, azt mondják, de hülye vagy. Akkor ez az imára hívó. Ez az imára hívva, igen, a Hayá Szelá, siessetek az imára, a Hayá Fellá, siessetek a boldogsághoz is, ugye Allahu Akbar, Allah a legnagyobb, Washedu Anna is hiszek benne, Mohamed Rasulullah, és nincs más Isten Allahon kívül, és Mohamed az ő profétája, ugye napi ötször ima, ez ugye benne van az iszlám öt oszlopában, tehát ezt nagyon komolyan veszik, és valóban itt is nagyon sok kereskedő akkor rövid időre bezár például, és imádkoznak, úgyhogy ez teljesen megszokott dolog, vagy étterembe is. Tegnap este leugrottam itt a kebaboshoz, és ott is pont imára hívtak, és akkor ott is villámgyorsan kiterítették az imaszőnyeget, és gyorsan mindenütt megvan adva a kibla, ugye a kábakőnek az iránya, és gyorsan a srácok imádkoztak egyet, utána megkaptam a teámat és a kebabomat, de mondom, nincs is ezzel baj, iszlám arab országban vagyok. Úgyhogy mondom, érdekes itt lenni, érdekes itt beszélgetni az emberekkel, és mondom, ez tényleg így van, hogy a Yasser nevű barátom mondta, hogy
A világ nagyon érzékeny arra, ami itt történik, ha már csak ugye a kőolajkitermelés, meg a földgázkitermelést is említjük, akkor Hormuz, tehát ahol az átmegy. Meg mondom azért a világ nagy játékosainak, Oroszország, Kína, Egyesült Államok, Irán, azért ugye ez itt a homokozója, tehát a kártyákat ők keverik valahogy ezek a nagy játékosok, és sajnos az ártatlan, egyszerű emberek isszák meg ennek a levét, mint mindenütt a világon. Ez volt a Frontember mai adása, Geos Vötle, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Hát egy öröm volt, és hát nem sokára majd otthonról folytatjuk, de kedden még, ha minden jól megy, akkor innen találkozunk. Úgyhogy a kedves hallgatóinkat is bátorítjuk, hogy kövessék folyamatosan az adásainkat, iratkozzanak fel a csatornánkra, nyomják meg a csengőgombot, hiszen akkor értesítéseket is kapnak az újabb és újabb videóinkról. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszont hallásra, viszontlátásra.